Minden korábbinál magasabb összeggel támogatja Izrael védelmét 2019 és 2028 között az Egyesült Államok. A washingtoni kormány az említett időszakban 38 milliárd dollárt ad majd a zsidó államnak honvédelemre és katonai fejlesztésekre. Történelme során az Egyesült Államok még soha nem adott más országnak ekkora katonai támogatást. Rekordösszegű honvédelmi támogatást kaphat Izrael az Egyesült Államoktól 2019 és 2028 között. Az erről szóló megállapodást szerdán írták alá Washingtonban. Jelentősen növeljük a meglévő támogatást, amivel biztosítjuk, hogy Izrael önállóan meg tudja védeni magát és megőrizze katonai előnyét. Miközben minden téren csökkentenünk kell a kiadásainkat, ez a legnagyobb egyszeri katonai támogatás, amelyre az Egyesült Államok valaha ígéretet tett. Ez nem véletlen és jól jelzi rendíthetetlen elkötelezettségünket Izrael mellett, mondta Obama elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. A megállapodást amerikai részről a politikai ügyekért felelős külügyi államtitkár írta alá, izraeli részről pedig a miniszterelnök és a kormány ideiglenes nemzetbiztonsági tanácsadója. Ez a példátlan támogatás most először a rakétavédelmi rendszer nagy költségeit is fedezi. Segít, hogy hatékonyan megtervezzünk és kifejlesszünk egy több rétegű rendszert, ami védelmet nyújthat a régió növekvő fenyegetettsége ellen. Egy erős Izrael a stabilitás szigete a viharos Közel-Keleten, a terrorizmus elleni harcban pedig fontos partner a régióban és azon kívül, mondta az izraeli nemzetbiztonsági tanácsadó. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök televíziós nyilatkozatban köszönte meg a támogatást, amit történelminek nevezett. A felvételt a megállapodás aláírása előtt egy órával rögzítették. Az egyesség jól illusztrálja azt az egyszerű tényt, hogy a kapcsolat Izrael és az Egyesült Államok között szilárd és erős. Ez nem jelenti azt, hogy időnként ne lennének vitáink, de ezek olyanok, mint a családi viták. Nem befolyásolják az országaink közötti barátságot, amit jól jelképez ez a támogatás, ami megerősíti haderőnket a következő évtizedben, mondta az izraeli kormányfő. Netanyahu és Obama viszonya azonban régóta feszült. Obama politikai örökségeként tekint az iráni atomalkura, ami Netanyahu szerint nem akadályozza, hogy a perzsa állam atomfegyvert gyártson.